A koronavírus járvány okozta válság ellenére jó állapotban van a hazai tejágazat, és a szektor erősödése is megfigyelhető. A Tej Terméktanács ügyvezető igazgatója televíziónak azt mondta, becslések alapján az elmúlt egy évben sikerült elérni az évi 2 milliárd kilogrammos hazai termelést, ami mérföldkőnek számít Magyarországon. Rendezett, gondos környezetben zajlik ebben a gazdaságban a tejtermelés. Az elmúlt évtizedben a legtöbb hasonló termelőnél automatizált technikát vezettek be, nagyfokú robotizáció, istálló modernizáció és klimatizált helyiségek kialakítása is megtörtént, azért, hogy a hazai tejtermelés verseny- és piacképes maradhasson. Nagyon fontos a tejtermelőknél, ha beruházás legyen, ez környezetvédelmi, robotizálás, klíma, ugye az istállóban nagyon fontos, hogy egy augusztusi-júliusi kánikulában komolyan vissza tud esni a tehenek teljesítménye a hő hatására. Tehát ilyen fejlesztésekre van szükség, és én azt gondolom, hogy ha a támogatási rendszer hasonló szinten marad a következő 7 éves EU-s költségvetési ciklusban, és akkor rendben lesz magyar tejtermelés. Ugye nagyon fontos, hogy a világ lakosságának állati eredetű fehérje, állati eredetű zsírokra vonatkozó igénye folyamatosan növekszik, tehát van perspektíva az ágazat előtt. A szakember elmondása szerint a Tejterméktanács hosszú ideje igyekszik elősegíteni a valódi tejtermékek és a helyettesítő növényi alapú italok és termékek egyértelmű megkülönböztetését. Csak az állati eredetű termékeket hívhatjuk tejnek, sajtnak, joghurtnak, vajnak. Tehát olyan, hogy rizstej vagy szójatej, ilyen termék nincs. Azokat csak rizsitalnak, szójaitalnak vagy mandulaitalnak nevezhetjük. Nagyon nagy kihívások előtt állunk. Úgy szoktunk fogalmazni, hogy szándékos egy véletlen, de mégis egyfajta félretájékoztatás érinti a fogyasztókat éjjel-nappal, a televízióban, a közösségi oldalakon, az életmód magazinokban. Nagyon nagyok a kihívások, a Terméktanács, a tejipar és a világ tejfeldolgozói keresik a problémákra adandó választ, folyamatos kutatásfejlesztés, beruházás. Miről van szó? Nagyon sokan, ahogy elébb említettem, szándékosan véletlenül reklámtevékenységből, piacszervezési okokból azt állítják, hogy környezetrendezőek vagyunk, azt állítják, hogy állatvédelmi, állatjóléti feltételek nem teljesülnek. Még azt állítják, hogy a tej és tejtermékek egészségtelenek is. Környezetvédelem, üvegházhatások, kibocsátás. A kétségtelen, hogy mi is bocsátunk üvegházhatásokat, ugyanúgy, mint az amerikai hadsereg, amelyik, ha jól tudom, akkor a világ legnagyobb kőolaj felhasználója. De az európai és az észak-amerikai tejágazat üvegházhatású gáz kibocsátása óriási léptékekkel csökken a világ egyéb régióhoz képest, tehát napról napra egyre kevesebb tehén tud több tejet megtermelni, és hogyha lenne most lehetőségem, hogy grafikonokkal és számokkal bizonyítsam, az 1 kilogramm megtermelt nyers tejre jutó üvegházhatású gáz kibocsátás, vagy a 1 kg takarmányból megtermelhető nyerstej mennyisége, ezek a mutatók folyamatosan javulnak. Tehát ha ezt hozzáteszem a zárt trágyatárolókat, a biogázüzemeket, a napelemeket, a különböző energiahatékonysági beruházásokat mind feldolgozóknál, mind tejtermelőknél, akkor azt gondolom, hogy a tejvertikum mindent megtesz a környezetvédelmi lábnyom vagy ökó lábnyom csökkentése érdekében. Állatjólét. Nyilván a közösségi médiában időnként feltűnnek őrült videók, amelyet természetesen elítélünk állatvédelmi szempontból, de az, hogy Texasban valaki hogy bánik az állatokkal, az nem vonatkozik a magyar tejtermelőkre. Évente több 10 milliárd forintot költ az Európai Unió és a magyar kormányzat állatjóléti programokra. Óriási plusz vállalásokat tesznek a tejtermelők az állat jólétért. Természetesen maximálisan tisztában tartjuk, hogyha valaki egészségügyi okokból nem tud tejet fogyasztani, különböző intoleranciák miatt, tehát ez nyilván maximálisan elfogadott és respektált a részünkről. Itt ugye csak az a probléma, hogyha egy kereskedelmi csatornán szombat délelőtt azt hallom, hogy aki tejet, egy életmód tanácsadó szerető, hogy aki tejet iszik, az meg fog halni. Hát az ilyen hírek, mondatok, itt az ember mindig megkérdezi, hogy melyik lobby áll mögött, vajon józan-e, hogy ilyet mond, hogy pótolja azokat a tápanyagokat. Tehát nem kötelező tejet és terméket fogyasztani, de hát azokat a tápanyagokat, zsírokat, vitaminokat, amelyeket nem viszünk be tej és tejtermék formájában, azt valahogy illene pótolni, hiszen fénnyel nem tudunk táplálkozni. A tejágazati támogatásoknak köszönhetően a hazai tejtermelésben nagy változások történtek az elmúlt évtizedekben. Üdvözöljük ezeket a változásokat, és óriási szükség van ezekre a fejlesztésekre. A magyar tejiparban is, és azt gondolom, hogy más élelmiszeripari ágazatokban is. Nem tudom, hogy van-e időn visszakanyarodni a rendszerváltásig, de akkoriban megyénként 2-3 teipari vállalat működött. Aztán jött a privatizáció, és hát tisztelet a kivételnek. Tehát vannak itt még olyan külföldi tulajdonban feldolgozók, akik vásárolnak szonyás tejet és dolgoznak fel tejet Magyarországon, de hát sajnos a többséget bezárták, ezt nevezzük piacvásárlásnak. Úgyhogy hát az elmúlt évtizedben kezd magához térni a magyar tejfeldolgozóipar, és a mai napon elmondható az, hogy gyakorlatilag minden meghatározó tejfeldolgozónál, és most itt a reklám elkerülése véget nem mondok neveket, de tényleg a legnagyobb 8-10-15 feldolgozónál beruházások zajlanak. Ahogy említettem, van annyi nyers tej, amellyel ki tudnánk szolgálni a magyar igényeket, de ezt ma még kamionok formájában elviszik külföldre. És ott készítenek belőle tejtermékeket. Tehát az elsődleges alapanyag a nyers tej elhagyja Magyarországot, helyette importálunk feldolgozott tejtermékeket, tehát sajtot, joghurtot és egyéb termékeket. Ugye erre szokták azt mondani, hogy a lehetőleg egészségtelenebb külkereskedelmi szerkezet. A Nébis, az Élelmiszerbiztonsági Hivatal közzétett egy tanulmányt a kiskereskedelmi láncok kínálatában található hazai tej és tejtermékek arányáról, és természetesen húsokról és zöldségekről is. Ebben csak néhány mondatot, hogy idézek, UHT tej, friss tej és ESL kategóriában a kínálat 95,5% magyar. Tehát ez egy tökéletes arány. Túró keszült tejtől esetében 89%, azt gondolom, hogy ez is rendben van. Vajnál csak 50%, sajtoknál 46% a hazai termékek aránya, joghurtnál országos átlagban 19%. Tehát joghurtnál a maradék 80%-ot importáljuk. Miközben megvan hozzá a megtermelt nyers tej, amelyet csak fel kellene dolgoznunk Magyarországon. És akkor kikarnék kívánok, hogy igenis így nagyon-nagyon fontos, hogy magyar feldolgozókat segítsük. Hatékonyság, környezetvédelem, kapacitás, innováció szempontjából. A folyamatosan változó fogyasztói igényeket szeretnénk kiszolgálni, ehhez fejlődnie kell, és még egy adalék. A Magyarország az Európai Uniós tejtermelés 1,5%-át adja, tehát nem vagyunk meghatározóak. De vannak Európában olyan tejfeldolgozók, amelyek önmagukban egyedül 8-10-szer annyi tejet felvásárolnak, mint mi Magyarországon összességében. Tehát óriási a méret hatékonysági hátránya, amit le kell küzdenünk, hiszen hogyha egy Magyarországnál 5-8-10-szer nagy a feldolgozó, csak egy tejtermékre vagy kettőre koncentrál, mondjuk félkemény sajt és savókod, akkor óriási árelőnyben van az előállításnál, azért mi specializálódott, óriási méretű és olcsón tud termelni. Tehát itt nagyon fontos, hogy mindahogy a tejtermelőkre vonatkozóan is elmondtam a beszélgetés elején, hogy beruházás, ez a feldolgozóknál is igaz. Természetesen nagyon fontos a kézműves tejfeldolgozók, sajtosok szerepe, hiszen rajtuk keresztül lehet megszerettetni a tejeket, tejtermékeket a fogyasztókkal, de nem szabad elfelejtenünk azt, hogy óriásokkal kell versenyeznünk a polcokon. Tehát a nagyvállalati kategóriába eső feldolgozóknak is fejleszteni kell, és nekik is segíteni kell. A tejterméktanács fő célja a fogyasztók megfelelő tájékoztatása és korrekt értékesítési lehetőségek biztosítása a valódi tejtermékek számára, hiszen, mint ahogy a szakember fogalmazott, a világ lakosságának állati eredetű zsírokra vonatkozó igénye folyamatosan növekszik, tehát van perspektíva az ágazat előtt.